A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy honlapon egy rendkívül aranyos verset találtam, engedjék meg, hogy köszöntőül ezzel kezdjük. Találtál egy kenyeret? Osztozzunk meg rajta. Győzzön meg a szereted, a szíved így akarta. Legközelebb én adok, ha valamit találok. Közeledben maradok, legyünk hát barátok. Hát ne félsd a kenyeret, hidd jó érzéssel adni. Szíved fűt a szeretet, jó együtt maradni. Ez egy aranyos Ervin vers, és a Már vártalak honlapon találtam. Ebből aztán az is gyorsan kiderül, hogy a mai adásunkban a Már vártalak pékség könyvesbolt találkozó helyről fogunk beszélgetni, vendégeim pedig Csabai Dóra és Csabai Attila, a tulajdonosok. Tisztelettel köszöntelek benneteket. No, hát az indítatás az fontos, és még egy Czeisel-Endre idézet, mert azt hiszem ez rávilágít arra, hogy miről is fogunk ma beszélgetni. Ő azt mondja, hogy emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drága kő. Most ebben bizonyos vagyok, hogy ez az idézet rátok nem vonatkozik, mert a tehetség az alapvetés ebben az egész életútban, illetve mindabban, ami létrehozta a Már vártalakot. No, hát örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük szépen. Kezdjük talán az indítatással, hiszen röviden kell, hogy beszéljünk a pagonyról, ami aztán megszűnt, és elindult egy olyan folyamat a Már vártalakkal, ahol kézenfogva jár a pékség furcsa módon a könyvesbolttal, az egyedi találkozóhelyjel, egy olyan intézménnyel, ahol olyan kulturális események vannak, ráadásul nagy számban, hiszen mi nemrégiben ott voltunk Grecso Krisztián nagyszerű íróbarátunk találkozóján, ami azt hiszem példaértékű, és mindig teltház van. Kezdjük az alaptól, az indítatástól, hiszen ez a kettő, ami nálatok kézenfogva jár, ahogy én fogalmaztam, ez egyáltalán nem egyértelmű. Dora. Amikor 14-ben létrehoztuk ezt a könyvesboltot, amikor még gyerekkönyves és játékbolt volt, akkor is már az volt a terv, hogy előbb-utóbb majd valamikor valamit, ami egy kávézó, pékség, bisztró, még nem tudtuk, hogy minden, hogy szerettünk volna mindenféleképpen ezt hozzáépíteni, csak még nem tudok, hogy hogyan és mikor jön el az alkalom erre. Végül 19-ben tudtuk megnyitni a pékséget és a kávézót, és azt gondoltuk, hogy testnek és életnek egyaránt adjunk egy kis ennivalót, és ezért lett tulajdonképpen a könyv, a játék, a kenyér, a kávé, a finom sütik, és a szeretetünknek az otthona. Igen. Azt gondoltuk, hogy egy kultúrteret szeretnénk létrehozni, gyerek és felnőtt kultúrteret is. A COVID előtti időszakban rengeteg gyerekkönyvíró és illusztrátor járt nálunk. Grecso Krisztián az első volt, aki felnőtt íróként tulajdonképpen meglátogatott minket, és nagyon büszkék voltunk rá, mert ez volt a cél, hogy gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt tudjunk kulturális eseményeket létrehozni. Igen, hát a gyerekeken nem csodálkozom egyébként, ahol 4 gyermek van, 4 csoda, 2 fiú, 2 lány, fantasztikus csapat, nézegettem a képeket, és egy nyilván egy olyan család, ami példa. Példaértékű egyik oldalról az ötlet, másik oldalról, hogy ilyen mélységben mutatjátok meg, hogy mit jelent a család ma a 21. században. Ugyanakkor, hogy jött ehhez a kultúrtérhez a kenyeres? Hiszen ez nem csak kenyeres, ez persze, hogy rossz ez a szó, hanem olyan fantasztikus termékek készülnek, ami azt hiszem, hogy példaértékű az egészséges életmód jegyében is. Igen, azt hiszem, hogy amikor megismerkedtünk, akkor a beszélgetéseink, a szerelmünk egyik terméke az lett, hogy mi mindenképpen szeretnénk valami ilyet csinálni, csak nem tudtuk, hogy mikor, hogyan, még a hol sem volt meg. És aztán, ahogy a gyerkőcök születtek, és felcseperedtek, és egyre több olyan időnk lett, amiben ez a kreativitás elindulhatott, akkor megvalósítottuk először a könyvesboltot, és
ennek egy mai napig csodálkozunk, hogy pontosan hogy alakult ki, de a lényeg az, hogy ennek egy folytatása volt maga ez a pékség, ami, ahogy említetted, egy kicsivel tovább lépett, mint egy sima kenyeres, de a legbüszkébbek persze természetesen a kovászos kenyereinkre vagyunk, de hát gyakorlatilag ma már végtelen terméket gyártunk, és mindenben megpróbálunk, ha lehet, a legjobbak lenni. Ez egy nehéz folyamat mindenképpen, de mi erről beszélünk nyilvánvaló, viszont olvastam egy fantasztikus Dórától egy olyan idézetet, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk számára példa lehet. Ugye úgy fogalmazta, hogy nekünk nem volt tanulóidőnk, egy ősfehérvári tudja, hogy ha minőséget akar, akkor bizony be kell ülnie az autójába. Igen, ezt megtapasztaltuk mi is. És így folytatott, hogy nekünk ezzel kellett konkurálni, ezzel szemben viszont nem költöttünk reklámra, igyekeztünk termékeinkkel bizonyítani, bejött. Zárod ezt a gondolatsort, és tényleg így van. De amikor megjött az elhatározás tett követte, melyik volt az az alap, amire az egész felépült? Hiszen a gondolatból tett lett, utána a megvalósítás, és akkor tehát ennek fel kell futnia, ívet adni a történetnek. Van közöttünk egy nagyon szoros szövetség, és ez az alapja mindennek igazándiból. Ez az alapja a négy gyereknek, ez az alapja a termékeinknek, annak a minőségnek, amit csinálunk. És a Dóri ezt különben tőlem tudja, hogy egy fehérvári beül az autóval. Én vagyok a tőzsgyökeres fehérvári Dóri. Igen. Pesti lány. De hát ő most már mondhatjuk azt, hogy majdnem szerepcserében vagyunk, mert már most már lassan ő inkább a Fehérvár, és én vagyok a kevésbé. De igen, nekünk ez mindig előttünk volt, mi mindig azt szerettük volna adni, hogy amikor hozzánk bejön valaki, akkor egy olyan vendégségbe érkezzen, ahol tudja, hogy ki a házigazda, jól érzi magát, olyan dolgokat kap, amit esetleg máshol nem. Úgyhogy az alapja az szerintem valahol ez. És én mindig is hittem abban, én nagyon jól érzem magam Fehérváron az elejétől kezdve, és én hittem abban, hogy Fehérváron is van igény szépre, jóra, értékre, szeretetre, békére, közösségre, kultúrtérre, és ez a könyvesboltnál is megnyilvánult, ott is megtapasztaltuk, hogy milyen nagy igénye van a fehérvári kismamáknak, anyukáknak, nagymamáknak, barátoknak arra, hogy valahova betérhessenek, ahol mindig szeretettel üdvözlik őket, és tudják, mi történik velük, és mi egy percig nem kételkedtünk abban, hogy ennek lesz értelme, és hogy szeretni, vagy hát reméltük, hogy szeretni fogják az emberek, mondjuk mégsem gondoltuk szerintem mi úgy. Nem. Mi mindig úgy működünk, hogy van egy terv, az agyunkban kipattad, én a szellemi részét találom ki, hogy hogy nézzen ki, meg hogy működjön, és akkor Ata, old meg, hogy lehet ezt megcsinálni, és valahogy ez így csak úgy jött, így sodrottunk az egésszel, és hát néha mi is azt gondoljuk, hogy úristen, egy csomó csoda kíséri a munkát. Amikor annak idején én 2005 óta sütök kenyeret, croissant, kalácsot, és megpróbáltam mindig a családnak olyan minőségű terméket előállítani, amire képes vagyok, meg amire azt gondolom, hogy érdemes megenni. És amikor elkezdtük ezt az egészet építeni, már épült az épület, tehát már tudtuk, hogy ezt fogjuk építeni, már el is kezdtük az építkezést, de azt nem gondoltuk egy pillanatig se, hogy azt a félig amatőr, bár évek óta űzött pékséget fogjuk felépíteni, amit én így a saját kútfőből tudok. És akkor egy kitelepülésen összefutottam Magyarország szerintem legtehetségesebb pékjével, a Kovács Beával, a Buza Lelke pékségből, és mondtam neki, hogy fie Bea, mi meg akarjuk tanulni azt, amit te tudsz, mindent, úgy, ahogy van. Mondta, hogy hagyjam békén, nem érő erre rá, hát ő csinálja a saját üzletét. Mondtam, fie Bea, azt ne engedjük el, én szerintem mi meg fogunk tudni állapodni, szerintem valahogy ezt megoldjuk. És gyakorlatilag addig nyüstöltem, amíg a Dori mondta, ja igen, mert felhívtam a Dorit, hogy itt a Bea, és akkor mondja, hogy hú, most azonnal, meg kell beszélni vele minden, és aztán végül is odáig jutottunk, hogy leültünk többször a Beával, és akkor megegyeztünk abban, hogy ő megtanít minket ott nála, mindenre, amit ő tud, és aztán eljön hozzánk, és akkor gyakorlatilag összerakjuk a technológiát, és gyakorlatilag így indultunk el. Tehát ez egy folyamat volt. Ez egy folyamat volt, így indultunk el. A gépbeszerzéseket, nekem van egyfajta gasztronómiai tapasztalatom, tehát a gépbeszerzéseket, azokat én intéztem,
fölépítettük magát a technológiát, összeszerveztük, milyen termékek legyenek egyebek. Aztán persze a mesteren egy kicsit abból a szempontból túlnőttünk, hogy ma már azért a termékeinknek csak kis százalékát adja az, amiből indultunk, de szükség volt rá. Ugyanakkor a Pagonnyal indultatok, és hát, a Pagony az egy fontos pillanat volt már, mint a fehérváriak szempontjából is, hiszen más közegben, más millióben tudtak könyvekkel foglalkozni, ráadásul egy olyan családokra gondolok, akkor, ahol gyermekek vannak. Tehát ez nagyon-nagyon hiányzott. Az tudatos volt, hogy gyermekkönyvekkel kezdtek? Nekem nagyon régi álmom volt, hogy egyszer majd lesz egy gyerekkönyv és játékboltom, és még akkor is meg akartuk ezt csinálni, amikor a Borika, a második kislányunk 3 éves volt, de akkor nem mertem belevágni, mert hogy leszek képes egy dolgozni és anyuka lenni, mert hogy majd hogy lesz időm a gyerekekre. Úgyhogy akkor úgy ezt elhajtottuk, csináltunk egy webshopot egy barátnőmmel, gyerekkönyv és játékra, és megkerestek egyébként annó még a pagonyosok, hogy akkor miért nem dolgozunk együtt, és csináljunk egy boltot, és így lett végül is a Pagony, ami egy örök régi szerelem volt, és ez a szerelem a könyvek és a játékok iránt megmaradt, és ezt visszük tovább. Annyival változott, hogy ugye a felnőtt irodalmat is becsempésztük hozzánk, szép irodalom, verses kötetek, életrajzi kiadványok, szakácskönyvek, pszichológiai könyvek, amire azt gondolom, hogy rettentő nagy igény van, mert egy egészen csodás kis válogatást tudunk ott a vevőinknek megmutatni, hála a csodás kolléganőimnek, akik ebben teljes mértékben. Igen, teli találat volt, mi annyi szent, viszont a pékség nem különben, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok fehérvári megtapasztalhatta. Egyébként bármikor megyünk arra autóval, ha jobbra nézünk, balra nézünk, attól függ, hogy merre megyünk, de mindig teltház van. Ez egyébként a minőségnek köszönhető nyilvánvaló, hiszen na már nem csak kenyér, nem csak péksütemény, hanem nagyon sok minden. Egy ilyen termékskálát rendkívül felelősség összeállítani. Az hogy indult? Hát a termékskála összeállítása a Dóri feladata. Azt kell mondjam, hogy a pék termékek az egy az ilyen szempontból olyan, tehát a pék termékek az úgy válik külön egy kicsit attól, hogy a Dóri milyen termékskálában dönt, mert ugye nem csak pékárunk van, hanem a kávétól elkezdve a kulacsik, egy csomó mindent árulunk a pékségben. Én mindig készítek egy szortimentet, megmutatom, hogy mit tudnék csinálni, akkor a Dóri elkezdi ezt faragcsálni, megkóstoljuk, lesütjük, megfőzzük, éppen ahogy, és akkor eldöntjük, hogy hogyan legyen. Ez általában különben mindig valahogy a kettőnk mutatványa, és aztán utána addig, amíg az nem olyan, amilyennek lennie kell, addig gyakorolunk. Mondhatjuk, hogy mindenre nyitottak vagytok? Mármint ebben az értelemben. Tehát egyik oldalra a könyvekben, hiszen a gyermekkönyvektől elindultatok olyan, hogy a mai magyar irodalom azt gondolom, hogy legkedveltebb szerzői most már szép lassan jönnek, de van továbbra is tánc, van más, és ráadásul a péksütemények tekintetében is egy csomó új, hát én olvasom, hogy az élő bolygó gazdaság, a kicsi dizájn, Mizsely János téli fagyi, tehát ehhez viszont vállalkozókedv kell, hiszen ezeket be kell vezetni Székesfehérváron, de mindenütt így van ez, függetlenül attól, hogy jó, vagy kevésbé jó. Mi ezt a nehéz utat választottuk, a könyvesbolt és ilyen szempontból teljesen úttörő volt Fehérváron. Ez a fajta könyves boltos hozzáállás, ahol a vevő gyakorlatilag a játékszabályig elmehetek, mindent meg kell tudjon a társas játékról, a könyveket a kollégáink ismerik, úgy ajánlják, hogy ha bejön valaki és azt mondja, hogy van egy 2 éves gyereke, vagy egy 2 éves unokája, vagy egy 3 éves unokája, és akkor mit ajánlunk neki, akkor nagyjából képben vagyunk, és a pékségnél is az volt, hogy tudtuk, hogy azért ez nem lesz egyszerű. Tehát azért nagyon sokan óvtak minket attól, hogy ebbe belevágjunk. Mindenki javasolta, hogy a Mirelitet sokkal könnyebb eladni, és mondtuk, hogy minket ez nem érdekel. Mi csináljuk a kovászos kenyereinket, megpróbálunk olyan terméket létrehozni, amik előbb-utóbb közkedvelté válnak, és azt gondolom, hogy ez maximálisan bejött. Tehát
van olyan termékünk, amelyikre az első körben mindenki rácsodálkozik, hogy miért, de aztán valahogy mindenkinek ajánljuk, és aztán előbb-utóbb kiderül, hogy annak a terméknek van értelme. Most focaccát, vagy ilyen római pizzát árulunk, 24 szelet van naponta, tehát nem is gondoljuk azt, hogy mi ebből majd egy éttermet nyitunk, eszünkbe se jut, csinálunk ilyet, és olyan feltéteket rakunk rá, amire a környéken nincsen példa. Múltkor csináltam egy olyat, amire mondhattuk volna azt is, hogy rakott krumpli volt a focaccán, de valójában volt rajta krumpli is, volt rajta hagyma is, volt rajta szalámi is, meg egy kis főtt tojás, de hogy ilyeneket csinálunk, és bízunk abban, hogy velünk fut mindenki előre, és hogy mindenki, ami nekünk tetszeni fog, az tetszeni fog a vendégeinknek. Tehát tekintve, hogy Róma szerelmes az egész családom velem együtt, tehát egy Gianni Frasi kávéval, az csoda. Tehát mindenre nyitottak vagytok. Igen. De egyébként igen. Nehéz a döntés. Mert azért a termékskára egyre bővül Magyarországon igen. is, és az a vevőkör, amely most már komplex módon hozzátok jár, az nyilvánvaló, hogy elvárásokkal is rendelkezik. Így van. Ennek tükrében kérdezem. Bizonyos részét megtartjuk, és mindig formáljuk, alakítjuk. Nehéz kivonni egyébként terméket, mert hogy igazán mindegyiket szeretik a vevőink, de próbálunk mindig újat belecsempészni, és nagyon figyelünk arra, hogy mi jön be, mit szeretnek, mit nem szeretnek. Csak olyat csinálunk, amit mi szeretünk. Tehát én azt gondolom, hogy mi olyat nem szeretnénk csinálni, amiben mi nem hiszünk. Tehát az alap és a felépítmény működik. Ehhez igen. egyébként ugye volt egy pályázat is. Az segített abban, hogy mielőbb elindítsátok az egész szortimentet így ebben az értelemben? Igen. Nehéz ugye a pályázat. Biztos, hogy segített. Tehát nem kérdés. Nehezen boldogultunk vele. De igen, segítség, de segítség volt. Igen. Nem volt könnyű se megcsinálni, nehéz volt megnyerni, nehéz volt megcsinálni, nehéz volt lezárni, de végül is így visszagondolva természetesen, hát ugye minden segítség kellett, igazándiból nincs mögöttünk nagy tőkebefektető, úgyhogy valójában mindig abból készít, tehát abból fejlődünk, amit megtermelünk. Tehát, és próbálunk egy lépésről lépésre. Tehát az alapérték nem változott, gondoskodó szeretettel csináljátok ezt. Igen. És tisztelettel, és nyilvánvaló, igen. hogy ez 24 órás munka. Igen, hát abszolút, nincs vége. Ezt hogy oldja meg a pék? Nagyon sok pék barátom van, akik ugye hajnaltól, ha úgy tetszik, mondjuk kora délutánig dolgoznak, na most ez a Márvártalakban nem működik nyilván. Úgy kezdtük el a Márvártalakot, hogy én reggel 4-től este 7-ig másfél éven keresztül minden nap bent voltam. A vasárnapok, ugye a szabad napunk, az megtartottuk családi napnak, de vasárnap is természetesen mindig van valami munka a boltban, kovászfrissítés egyebek. És aztán nagyon nagy szerencsénkre találtunk olyan kollégákat, kvázi társakat, akik nem csak szaktudásban, hanem emberileg is tudtak hozzánk csatlakozni. Úgyhogy most azt tudom mondani, hogy a műhelyben nagyon értékes kollégáink vannak, akik nagyon-nagyon jó munkát végeznek, és így aztán az én szerepem például a műhelyben már nem feltétlenül a tésztának a dagasztása vagy kisütése, hanem inkább az új termékeknek a kitalálása, létrehozása, tesztelése. A szendvics készítésből még nem tudtam kiszállni teljesen, de valójában tudok foglalkozni ma már a vendégekkel is, nem csak az van, hogy látják, hogy ott vagyok, de igazándiból szó se jutok. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt 4 évben, és nagyon őszintén hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik velünk dolgoznak, mert mindenkit nagyon értékesnek. Az megerősítést nyújt, hogy azokat, akiket felvettetek, hogy együtt dolgozzatok velük, azok beváltak olyan szempontból, hogy emberi és szakmai szempontból egyaránt? Igen. Nehéz volt a választás egyébként? Hát lassan állt össze a csapat, de azt hiszem, hogy nagyon jó csapat állt össze, és mindenki szívügyének tartja, hogy egyre jobbak legyünk, és ez számunkra fontos, és fontos az is számunkra, hogy azt gondolják,
hogy úgy érezzék, hogy számunkra ők fontosak. Szóval, hogy ezt át tudjuk nekik adni, ezt az érzést, hogy érezzék azt, hogy mi értük is vagyunk. Igen, hát a vendégek mosolygós arca, a gyermekek mosolygós arca, az még mind nem elég ahhoz, hogy kerek legyen a világ, mert nyilvánvaló, hogy az alkalmazottaknak és számotokra is bizonyos értelemben élményt nyújtson, függetlenül attól, hogy ez nyilván a megélhetéshez kapcsolódik, és ez elválaszthatatlan egymástól, de az eredményhez mindenképpen egy ilyen csapat kell, tehát közösséget alkottatok. És fontos, hogy jól érezzék ők ott magukat, és tudják azt, hogy egy csapatként együtt kell dolgozni, mert csak úgy tudunk előre menni, hogyha ez már nem egyedüli munka. Egyedül se, az Ata se, én nem tudnám ezt működtetni. Tehát tényleg egy őrült kollega közeg kell. Mi mindig kollégának nevezzük őket egyébként, mert hogy társakként tekintünk rájuk. A koronavírust okozta a krízis helyzet, az mennyire viselt meg benneteket? Mi? Hiszen az nyilván minden üzlet negatív hatása. Lelkileg nagyon. Mi akkor nyitottunk, 19 szeptemberre nyitottunk, és 20-20 tavaszán lezárták az egész világot, úgyhogy hát elég sok álmatlan éjszakánk volt, azt se tudtuk, mi lesz. Úgyhogy mi abban nőttünk föl tulajdonképpen. Igen, tehát nekünk nem volt tanulóidőnk, tehát ez akár tanulóidőnek is megfelelő volt. Egyre többen látogatnak oda. Érzékelitek, hogy a népszerűséget, tehát aki a minőséget kedveli, az nem hagyja ki a már vártalakat. Most ott tartunk. Egyre többen jönnek, igen, azt tapasztaljuk, és ez jó, de ez rettentő nagy felelősséggel is jár, mert egyre több ember ízlésvilágát, igényét, kedvét kell kielégítenünk, vagy hát megtalálnunk, hogy mire vágynak. És hát nyilván sokan vannak, sok színűség, sok-sok mindent szeretnének ők, és mi nem tudjuk, hogy milyen irányba menjünk tulajdonképpen. Ez is nehéz, mert minél több ember jön be hozzánk, annál nagyobb a lehetőség annak, hogy valamit nem tetszik neki. Előfordul. Ugye a programpontok rendkívül fontosak, hogy egyre szélesedik az a kör, aki látogat benneteket. Ugye itt most, ha az étkezést, tehát a kulináris kultúrát nézzük, akkor a borvacsorák, Prosecco est, ráadásul hogy egy nagyon kedves Olaszországban is folyamatosan dolgozó barátnőnk tartotta, sajnos nem tudtunk ott lenni, aki gyakori vendég itt is egyébként, de hát a különböző estek, csajos est, bormámor, már vártalak, a már vártalak az mindenre jó. Igen. Tűnik. És olvasom, hogy a Hintalovon gyermekövi alapítványnak is gyűjtöttetek. Azt hiszem, hogy ez mélységesen emberi. Tehát ilyenkor van egyébként vita, hogy milyen új programpontokkal erősítsétek meg az üzleteket? Nincs. Azt tudjuk, hogy minden évben így karácsony tájékán valamilyen szervezetnek próbálunk segíteni. Hát a mi kis szerény lehetőségeink mentén. És ezeket én maximálisan, 100%-osan odaadom a Dórinak, ő tudja ezt jól eldönteni, ő tudja jól kitalálni, úgyhogy ez az ő érdeme. Mit szól ehhez Marci, Vince, Bori és Sára? Szóval se jutott. Az elején nem szerették, amikor a könyvesbolt indult, azt nem szerették, mert ott én dolgoztam. És amikor ők bejöttek velem, az nem olyan, akkor ők, nekik ott extra jól kellett viselkedniük, hiszen ők a házigazda gyermekei voltak. Tőlük mindig sokkal többet vártunk el, mint más gyerkőctől. Nálunk tényleg minden gyereknek bármit szabad, mármint vendéggyereknek. Nekik semmit nem volt, mert neked viselkedned kellett, kisfiam, tudod itt ez a De ez úgy néz ki, hogy a Sári főzi a kávét, vagy legalábbis végül is a pultban ő az egyik főnök. Igen. A Bori az szendvicset gyárt velem szombatonként, ő egyetemista most nappalin, úgyhogy csak hétvégén tud segíteni. A Vince pakolja reggelente a székeket, asztalokat, és a Marci hazaviszi a kutyát. Úgyhogy mindenki részt vesz minden nap, mindenki részt vesz a munkában, és elviselik azt, hogy esetenként nem érünk haza. Nem vagyunk haza. Otthon. Tehát egy igazi családi történet. Maximálisan családi vállalat. Ráadásul egy közösséget alkot most már az a csapat, akik folyamatosan odajárnak. Milyen jövőképetek van? Hát rengeteg tervünk van. No. Nehéz megállni egyébként. Az elmúlt években építkeztünk, hiszen egy egészen pici műhelyből indultunk. 23 négyzetméter volt talán, ami ahol a sütő, a hűtő, a raktár és a munka folyt, és
ez elég kicsinek bizonyult, úgyhogy az elmúlt pár évet azzal töltöttük, hogy területileg megnövelkedtünk. Most azt szerintem már elértük azt a maximum méretet, amit be tudunk építeni a területünkön. Most a programokban szeretnénk erősödni és fejlődni. Van néhány tervünk még, de... Jó, hát... Meglátjuk, mi sikerül. Ami titok, azt nem szeretném. De... Nem is titok. Titok nincsen, de hát mivel tervezési fázisban van, majd megpróbálunk megfelelítőben kijönni azzal, ami... Dóri szervezi a programokat, mi megpróbálunk egyre még jobb, még színvonalasabb terméket készíteni, és akkor az lenne a vízió, hogy Fehérváron, aki szeretne egy jó kenyeret vagy egy jó croissant tenni, az valahogy látogasson el hozzánk. Így fog történni. Egy kicsit olyan a ti történetek, mint Salamon királyé, aki ugye mikor Sulamitra rátalált, azt mondta, hogy úgy találtalak meg, mint egy gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, míg végül a tengerfenekéről felhozza azt az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. Ez nagyon irodalmi volt, de én azt gondolom, hogy ez a történet példa arra, hogy mi mindent lehet szakmai tudással, gondoskodó szeretettel megcsinálni, akár az üzleti életben és a 21. században, és ez nagyon-nagyon fontos. Mit kívánjak nektek? Nem tudom. No, én akkor azt mondom, hogy maradjon meg az az ív ennek az egész történetnek, amit már megszoktunk idestova, akár a Pagony működésétől kezdve, akár a 2019-es megnyitóig. Köszönjük szépen. Én pedig köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Mi köszönjük. Kedves nézőink, a már vártalakról beszélgettünk. Már vártam nagyon ezt a beszélgetést én magam is, mert azt hiszem, hogy ez egy különös színfoltja, különleges színfoltja Székesfehérvárnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk ugyanebben az időpontban, ugyanitt a jövő héten. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.